Az alfa valóban megváltoztatja azt a képet, amelyet az emberek a katolikus egyházról alkotnak. Felnyitotta a szememet, hogy több legyek egy megkeresztelt embernél, ne csak megjelenjek a templomban, és tegyem a heti szokásos dolgokat. Megadja azt a lehetőséget, hogy felfedezzem a keresztény hitet. Őszintén örülök, hogy az alfa kurzus szerepe nő az egyházban. Meg vagyok győződve arról, hogy ezen a kurzuson Isten áldása van. Az alfa olyan, mint egy kulcs, amely megnyitja az emberek szívét Jézushoz. Kereszténynek lenni nem csak annyit jelent, hogy követjük Jézust, bármerre megy, hanem hogy engedelmeskedünk az ő parancsának, hogy menjünk és hirdessük az evangéliumát az egész világon. Az alfa egy út, amely elvezeti az embereket Jézushoz, de nem ahhoz a Jézushoz, ahogy őt az elmúlt évszázadokon keresztül ismerték, mint egy képzeletet vagy egy ideát, hanem a valóságos, élő és jelenlévő Jézushoz. Az alfakurzus egy 10 hetes bevezető a keresztény hithez, és mindenki számára nyitva áll. Ez egy nagyon természetes környezet, mivel a résztvevők vendégekként jönnek, nem tanulókként és barátokként, családtagként fogadják őket. Amikor elmegyek, úgy érzem, hogy nevetséges kérdést is feltehetek, de ez akkor nagyon fontos számomra. Ez egy tipikus egyházközösségi esemény, étellel kezdődik, ami nagyszerű, hiszen az emberek egy hosszú nap után leülnek és közösen étkeznek. Azután van egy rövid beszéd a keresztény hitről, majd a hogyan és miért kérdések, amelyek nagyon fontosak a kortársaknak. Ezután következnek a kiscsoportos beszélgetések, ahol az emberek szabadon megoszthatják egymással a gondolataikat. Az alfa egy csodálatos módja annak, hogy bemutassa az embereknek a hit kezdeti megismerését oly módon, amely megfelel a modern ember számára. Nagyon biztonságos környezetben érzem magam, ahol kérdezhetek és el is mondhatok bármit. Az egyik nagy előnye az alfának, hogy a kérügmára, vagyis a hit lényegére összpontosít. Az ősegyházban egy éles elkülönülés volt a kérügma és a katekézis között. A kérügma volt a hit kezdőpontja, a katekézis pedig arra jött létre, hogy alakítsa ezt a hitet. De a hit maga csak a kérügma által bontakozik ki, és hoz gyümölcsöt. Tapasztalatból tudjuk, hogy a katekizmushoz közelebb juttatni azokat az embereket, akik nem személyes úton ismerik Krisztust, olyan, mint magot vetni a betonra, egyszerűen nem működik. A név, alfa kurzus, azt jelenti, hogy egy kezdet, egy bevezető. Mint ahogy a tóba ömlik a forrásból a víz, ugyanúgy van az alfán is. Minél több ember vesz részt az alfán, a vezetők száma is egyre csak nő, így az alfa hatása óriási. A vasárnapi misén az egész egyházközség az újakkal együtt imádkozik és énekel. Ez olyan, mint egy nagy családi esemény. Szerintem ez az alfa egyik eredménye. Annak a határán voltam, hogy elmondja, még többet akarok tudni, és amikor a kurzusvezető atya befejezte a napot, akkor tudtam, hogy vissza kell jönnöm. Elképesztő, hogy amiről beszéltünk, a lényegét érintette mindannak, amit tudni akartam. Az alfa elvégzése vezetett el ahhoz, hogy katolikus legyek. Az alfa kurzussal való találkozásomkor nem voltam túl kedves ember, de a hetek elteltével tudtam, hogy teljesen más lettem. Teljesen elképesztő, ahogy felébredt bennem a megvilágosodás, hogy Isten létezik. Aztán hirtelen megértettem, hogy Isten nem egy megfoghatatlan dolog, akiről csak olvasol, hanem valaki, aki állandóan ott van, lehet vele kommunikálni, és aki válaszol neked. A hátterem miatt azok az emberek, akik régről ismernek, megkérnek, hogy segítsek nekik abban, hogyan legyenek mások, mint voltak. Az alfa megváltoztatta az életemet, a hivatásomat, és azt, hogy hogyan élem át a papságomat. Isten hozott mindenkit az alfán, mert ez elvezetheti őket a Jézussal való személyes kapcsolathoz.